tisztelt gyerekek, milyen jó, hogy amikor egyet veszélyben, nehézségben, vagy amikor lázas vagy, vagy amikor egy magasban átívelő hídon mész, ott van anyukád, apukád, ugye, hogy egyből a kezét fogod. Milyen jó, hogy az osztályteremben is vannak korlátok. És van olyan, amikor azt mondja a tanítónéni, tanárbácsi, hogy ezt nem szabad megcsinálni, mert bajod esik. Milyen jó, hogy nekünk is felnőtteknek vannak törvények, útmutatások, parancsolatok, amik védelmezik az életünket. Mert hát mi emberek hajlamosak vagyunk arra, hogy ebben a nagy szabadságban mindent megteszünk. Mert hát ha már szabad mindent csinálni, akkor kipróbálom. És aztán, amikor megtettük, később telnek az évek, jövünk rá, hogy hiba volt. És lehet, hogy ezt a beismerést a lélek munkája bennünk, a Szentlélek. Elkövettem egy hibát, de bűnbocsánatot kaptam rá. Valamit rosszul tettem, kaptam egy új lehetőséget. A jónak, az Istennek tetsző jónak az elkezdésére. Sokan gondolják, hogy csak lehetőségek vannak, és ezeket a lehetőségeket meg kell ragadni, ki kell használni. De hogy kötelesség is van, hogy szabály is van, arról már nem szeretünk hallani. Jól tanuljuk meg ezért, szeretett testvéreim, a Bibliából figyelme, a mai ige tanítására az ember szabadságra van teremtve, ez igaz. De nem függetlenségre. A keresztény ember szabadsága szép, gazdag, de függő viszonyban vagyunk az Istentől. A megnyert szabadság odaköt bennünket teljes szeretettel a szabadító Istenhez. Szabadok vagyunk, de mindig van egy kapaszkodó, egy létra, amin felmászhatunk, vagy lejöhet hozzánk az Úristen. Szabadok vagyunk dönteni jó és rossz között. A Krisztusban nyert szabadságunk felszabadult félelem és aggodalom nélküli élethez vezet. A Krisztusban nyert szabadság tehát nem elválaszt bennünket, hanem összeköt. A Krisztusban nyert szabadság összeköt bennünket egymással itt legfőképpen. Keresztény mi voltunkban, testvérek kétez bennünket. Teljesen más a gondolkodásunk, az életkorunk. Ugye, kedves gyerekek, mi már milyen öregnek számítunk. És mégis egyek vagyunk. Mert egy Istent szeretünk, egy Isten beszélget velünk, egy Isten kínál nekünk öröm üzenetként örök életet, és előtte bűnbocsánatot, egy Istentől kapunk hitet, egyek lehetünk, bármilyenek is vagyunk. Pál apostol mondja a következő gondolatokat, szeretetben szolgáljatok egymásnak. Hát ebben is egyek lehetünk, szabadok lehetünk a szolgálatra. Akarom, vagy nem akarom. Ez is a szabadság része. De biztat minket Pál apostol, ha már elhívott bennünket, ha már megszólított, ha már a keresztelésed alkalmával a neveden szólított, és méltónak tart arra, hogy szolgálj, hogy tegyél egymásért, akkor ne feledkezzünk el erről. De hát kiknek tudok szolgálni? Oly sokszor teszik fel ezt a kérdést. Hát legelőször ott a családomban, ahol vagyok. Ott tudok jót tenni. Gyermekemmel, unokámmal, édesanyámmal, édesapámmal. Aztán, ha bővítem a kört, ahol éppen vagyok, az iskolában, az óvodában, a munkahelyemen. És akinek még mindig van ereje, az távolabbra is szétszórhatja a szolgálati erejét.